Tamásiban a Könnyű László Városi Könyvtárban méltóképpen ünnepelték a költészet napját. A délelőtt folyamán az iskolásokat szólították meg, míg az esti program korhatár nélkül hívogatott mindenkit az intézménybe. Hosszú évtizedekre nyúlik vissza a költészet napjának megünneplése. Azt kell, hogy mondjam, a könyvtár fennállása óta, illetve 1964 óta, amióta egyáltalán a költészet napját ünnepeljük József Attila születésnapján. Az ország számos pontjához hasonlóan itt is különböző programokkal várják a könyvtárosok az olvasókat, a legkisebbektől az idősebb korosztályig. A délelőtt a kicsiké volt, hiszen több száz általános iskolás korú gyerek versünnepének lehettek tanúi mindazok, akik itt voltak a könyvtárban. Számos szebbnél szebb verset hallottunk az előadásukban, és egy érdekesség, ami talán a Tamási könyvtárra jellemző, most már évek óta a gyerekkönyvtár egy gombfát alakított ki, és mindenki felfűzheti erre a gombfára jelképesen azt a verset, amit ő elmondott. A délelőtt tehát ennek jegyében zajlott, az esti órákban pedig a felnőtt látogatókat, olvasókat várjuk, hiszen a Tarisznyások zenekar lesz a fellépője a költészet napi rendezvénynek. Ők magyar költők verseit adják elő megzenésítve, természetesen a vers adott, a zenét pedig ők hárman írják ezekhez a gyönyörű sorokhoz. Jellemző rájuk a tiszta, szép, több szólamú megszólalás, biztosan nagyon-nagyon szép ünnepet ülhetünk a mai napon is. Az országgyűlés a 2022-23-as esztendőt Petőfi emlékévvé nyilvánította, így Tamásiban a költészet napján is az ő munkássága volt a középpontban, a Tarisznyások zenekarnak köszönhetően, akik az őszt is megidézték a költő megzenésített versével. Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig én nekem, tudja Isten, hogy mi okol, szeretem, de szeretem. Hűlök, adom tetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy. Petőfi Sándor költeményeiből a zenekar megzenésítésében fogjuk előadni ebben az egy órában. Főleg zenélünk, tehát most nem igen szavalunk, minimálisat inkább zenélünk. El fogjuk zenélni ezeket a szép költeményeket. Olvas az ember sok verset, és akkor egyszer csak belülről megszületik a zene, és akkor azt megpróbáljuk a hangszerekre átültetni, és akkor még utána a zenekar egy kicsit formál rajta, mindenki a saját hangszerével, és akkor egyszer csak kialakul a végleges forma. Nagy felelőssége van a társadalomnak, a szülőknek, hogy ilyet is ismerjenek meg a gyerekek, és akkor azt gondolom, hogy megérik bennük ez, hogy ez is egy fontos és jó dolog, és akkor kezdik ezeket hallgatni. Szerintem a verseket is így vannak, főleg az ember, mikor ugye abban a korban van, még jobban olvas verset, és onnan már csak egy lépés, hogy olyan megzenésített verseket is hallgasson. Az este folyamán az akusztikus és basszusgitár mellett a furuját, dobot hívta segítségül az együttes Petőfi verseinek megzenésítésekor. Gyönge sajka húszott rajta, benne lelkem volt a sajkás, hajtó szellő vasóhajtás. A Magyar Költészet Napja alkalmából Petőfi Sándor szerelmi és forradalmi költészetét elevenítette fel az együttes Tamásiban.